Ez egy sorozat, ami 23 masinából áll. Ezek nagy része kamera, de vannak vetítőgépek, illetve nézőgépek is. Ez, én azt gondolom, hogy legalább 23 látásmód, de inkább többet rejt magukba. Sokszor hangsúlyozzuk azt, hogy a fényképezőgép feltalálása megváltoztatta a látásunkat, mert olyasmit mutatott meg, amit fizikailag egyszerűen nem láthattunk előtte. És ő ugye azt mondja, hogy igen ám, de a mi látásunk az annyira befolyásolja, hogy már előre, hogy milyen képet feltételezünk, hogy egy kamera készítsen. Hogyha az a kamera, amit mi létrehozunk, nem olyat készít, akkor azt a kamerát elvetjük és nem használjuk többé. Valóban az egyik legfontosabb kérdés a számomra az, hogy hogyan látunk, illetve hogyan készítünk képet a világról, milyen képet készítünk a világról. Mi a különbség, hogy ezzel a kamerával dolgozom, mit tud ez mást, hogy milyen speciális módon más ez, mint az eddigi eszközök. És ez mindig a médiaművésznek a kérdése. Tehát a legtöbb ember azt gondolja, hogy az a fotó, amit mondjuk egy mobiltelefonnal csinálunk, az a valóságot adja vissza. De én azt mondom, hogy ez csak egy nyelv, egy megállapodás, hogy mi elfogadjuk azt, hogy ezek a kamerák például egy nézőpontból készítik a felvételt, és ezért a közelebbi ember az nagyobb, a távolabbi az kisebb, az asztal, ami négyzetes, az egy ilyen furcsa trapéz lesz a képen, és mi ezt ismerjük, ezt a nyelvet, és ezért azt mondjuk, hogy ez egy négyzetes asztal, csak én innen oldalról látom, és ezért van eltorzulva. De ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen. Például az ókori egyiptomiak azok nem fogadták el ezt, hanem azt mondták, hogy ha az asztal négyzetes, akkor tessék négyzetesnek megrajzolni fölülről, mert az az asztalnak a képe. El lehet képzelni olyan kultúrát, ami különböző kamerákat csinál, másfajta kamerákat találna föl, és azok másfajta képeket csinálnának. De simán el lehet képzelni egy olyan kultúrát, amelyik azt mondja, hogy egyedi fényképeket akarok, amiből nem lehet sokszorosítást készíteni, hanem csak egy van belőle. Vagy egy olyan kultúrát, amelyik azt mondja, hogy a kamerát nagyon nehéz kezelni, tessék rendesen megtanulni, a fényképésznek vagy a kamerát kezelő embernek az egész egyéniségét bele kell raknia ahhoz, hogy elkészítsen egy fotót. És engem meg nagyon érdekelnek ezek az alternatív irányok is. Az ideális kiállítás látogató az a kép alapján elkezdi elgondolni, hogy hogyan működhet ez a kamera, és milyen képet csinálhat. Én mindenkit arra próbálok rávenni, hogy a saját útját keresse meg, a sokkal nehezebb, de sokkal izgalmasabb. Nagyon sok szerepe van a fantáziának a befogadó részéről, és hát azért halljuk be, a mű jelentése az mindig a befogadóban születik. Itt minden egyes kameránál, ha a szövegek leírása nélkül is, vagy csak azokkal együtt, de megértjük, hogy hogyan működnek, akkor elkezdett a mi fantáziánk beindulni, hogy milyen képet készít egyes kamera, milyen mozgó vagy állóképet, hogyan vetíti le, tehát hogy abszolút mi is része leszünk ennek a műnek. Általában a tapasztalat az, hogyha egy-egy projekt, egy-egy Velencei Biennális projekt jól sikerült, akkor rengeteg felkérés, nagyon sok minden következménye lehet ennek. Galériás szempontból is nagyon fontos dolog, hiszen azt gondolom, hogy a nemzetközi művészeti széna az úgy működik, hogy vannak bizonyos kódok, ugye ezek a galériáknál, hogy milyen vásáron szerepel, a művészeknél, hogy hol állított ki, és a Velencei Biennálé az egy olyan kódként működik gyakorlatilag, amit mindenki könnyen tud dekódolni. Jeffrey Shore tartják az új média művészet atyának, és ez egy elég különleges dolog, hogy ők Tamás és a Jeffrey Shore régóta ismerik egymást, és most jelenleg is Hongkongban együtt dolgoznak. On a rainy day.